országos aláírásgyűjtésbe kezd a Mi Hazánk mozgalom a WHO pandémia szerződése ellen. Azért kezdjük el ezt a tájékoztató kampánnyal egybekötött aláírásgyűjtést, mert a pandémia szerződés brutálisan korlátozza az emberek személyes szabadságjogait és a nemzeti szuverenitást is. Az aláírásgyűjtés online formában a mihazánk.hu/WHO ellen oldalon, illetve papíralapon a Mi Hazánk standjainál rendezvényein lesz elérhető. Mindenkit arra kérünk, hogy tájékozódjanak a párt hírleveléből, illetve különböző felületein is. A Mi Hazánk mozgalom ugyanis elfogadhatatlannak tartja, hogy a szuverén magyar állam hatásköreit egy idegen érdekeket szolgáló globalista szervezet vegye át, erre készül ugyanis a WHO. Azt várjuk el nagyon határozottan a magyar kormánytól, hogy ezt a szerződést ne fogadja el, az ellen tiltakozzon, egyben tájékoztató kampány keretében ismertetjük a magyar emberekkel azt is, hogy ennek a döntésnek milyen drámai, súlyos következményei lesznek a mindennapi életükkel kapcsolatban is. Nemzetközi szerződésről lévén szó, ugye népszavazás sajnos ebben a kérdésben nem lehet tartani, így egyetlen választásunk maradt a parlamenti eszközökön túl az aláírásgyűjtés, amelyet tehát online formában és papír alapon is folytatni fogunk a következő hónapokban. Ennek keretében szeretnénk a kormányra is minél nagyobb nyomást gyakorolni, hogy a magyarok érdekében álljon el a WHO szerződés elfogadásától. A WHO ennek a szerződésnek az elfogadását jövő év májusára tervezi, ami így gyakorlatilag világkormánnyá lépne elő, és bármilyen általuk, ezt hangsúlyozom, hogy általuk járványveszélynek minősített helyzetben elvennék a nemzetállamok jogát az intézkedések tekintetében, sőt, akár megfigyelési rendszert is kiépíthetnének az állampolgárokkal szemben. A COVID lezárások és intézkedések tapasztalatai alapján, illetve azok után, amikor ugye iskolákat zártak be, a szabad mozgásban korlátozták az embereket, kijárási tilalmat is rendeltek el, sőt, zsarolással rákényszerítettek embereket kísérleti vakcinák beadatására. Ezen tapasztalatok után a Mi Hazánk mozgalom semmiféle jogkör átruházását nem hajlandó elfogadni ehhez a világszervezethez, amely, mint láttuk, sokkal inkább képviseli a finanszírozóinak az érdekeit, semmint a magyar állampolgároknak a biztonságát. Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy a kötelező oltások és a lezárások esetében is láttuk, hogy Magyarországon egyedül a Mi Hazánk mozgalom volt az a párt, amely felemelte szavát ezekkel szemben. Most hasonló a helyzet sajnos, a WHO pandémia szerződése kapcsán is elmondható, hogy a Fidesz és a baloldal együtt szolgálják ki a globalisták és a Big Pharma érdekeit.